Ezeken a korábbi felvételeken látható gyermekek már bekerültek a hegyvidéki óvodákba. Az egészségügyi veszélyhelyzet most ugyan kicsit átalakítja a korábbi jelentkezési rendet, az óvodák ettől függetlenül szeptemberben ismét várják a kicsiket. Mi eredetileg május 4-e és 8-a között terveztük volna az óvodai beiratkozást, de a veszélyhelyzet okán ugye a miniszteri utasításnak megfelelően előrébb hoztuk, és így április 2 és 21-e között, tehát április 2-a és április 21-e között történik a beiratkozás. Ugyanúgy, ahogy a korábbi években az elektronikus ügyintézési felületén az önkormányzatunknak. Úgyhogy én mindenkinek azt ajánlom, illetve azt kérem mindenkitől, hogy látogasson el a Hegyvidéki Önkormányzat honlapjára. Ott rendkívül részletesen le van írva az e-ügyintézési rendszer, hogy hogyan is kell ott regisztrálni, aki esetleg még nem rendelkezik regisztrációval. Akinek még nincs a Hegyvidéki Önkormányzat honlapján ilyen regisztrációja, az lehetőleg minél hamarabb pótolja, vagy használja az ügyfélkapus azonosítóját. A 12. kerületiek többsége viszont már regisztrált a hegyvidéki elektronikus rendszerben, hiszen ott többféle ügyintézésre is lehetőség van. A cél az, hogy ebben az időszakban a lehető legkevesebben intézzék személyesen hivatali ügyeiket. Aki viszont egyikkel sem rendelkezik, tehát még nem regisztrálta az önkormányzat honlapján az e-ügyintézési rendszerben, illetve nincs is ügyfélkapus hozzáférése, azok se keseredjenek el, mert ugyanúgy el tudják indítani a honlapon ezt a regisztrációt, és utána csak egy nagyon rövid, pár, tényleg egy félperces körülbelül az egész történet, de lehet, hogy túloztam, maximum lehet 2 perc is. Tehát be kell fáradni az önkormányzat ügyfélszolgálatára, és ott alá kell írni azt a dokumentumot, amivel ugye bemutatja az személyigazolványát, és akkor ott regisztrálják, hogy ő az a személy, aki elindította ezt a regisztrációt. A honlapon minden információ naprakész, a közneveléssel kapcsolatban felmerülő kérdéseket pedig telefonon és e-mailben is szívesen megválaszolják az önkormányzat munkatársai, valamint az önkormányzat fenntartásában működő óvodák is elérhetők. Most ugye elmaradtak a nyílt napok, úgyhogy hívják nyugodtan az óvodákat is, tehát az óvodavezetők e-mailen, telefonon szintén tudnak tájékoztatást adni. A szülők szabadon választhatják meg gyermekeik leendő óvodáját, így érdemes megnézni az adott intézmények profilját, és bármi nemű bizonytalanság esetén felvenni a kapcsolatot a vezetővel. Az oktatási iroda vezetője hozzátette, van elég férőhely, tehát minden 12. kerületi gyermeket fel tudnak venni a Hegyvidéki Önkormányzat által fenntartott óvodákba. Távolról egy krátert látunk, de hogy megyünk egyre közelebb és közelebb a képhez, elkezd a képnek a részlete működni. Mindenki naponta látja, de nem mindenki elmélkedik annak elérhetetlenségéről és rejtelmeiről. Iski Kocsis Tibor festőművész viszont múzsájaként tekint a holdra, és rajong annak minden szépségéért. Az Ibl Kreatív Házban most egy teljes kiállítás várja az érteklődőket a művész égitestről készített alkotásaiból. Művészileg is alapvetően nagyon izgalmas maga az a helyzet, hogy a holdnak nincs légköre, és egy hold tájkép az fekete-fehér, és én elköteleztem magamat a fekete-fehér munkák iránt néhány évvel ezelőtt, és ez egy nagyon, nagyon izgalmas, abból a szempontból most egészen szürreális és már nem misztikus, illetve tudjuk, hogy a kultúránkban egészen a ősidők óta a holdnak a helyzete nem csak kulturálisan, hanem a mindennapi életünkre is nagyon nagy hatást gyakorol. A kiállítás üzenete és témája további 2 részre osztható. Egyik a távolról is jól értelmezhető és élvezhető nagyméretű holdképek, amelyekhez közel lépve megjelenik a szén anyaga, az alkotás aprólékossága. A képek nem csupán valósághű replikák, hanem olyan meditatív képek, amelyek egyfajta relaxációs gondolattársításra buzdítják a nézőt. A holdséta élményét megidéző tárlatot április 5-ig tekinthetik meg az Ibl Kreatív Házban.